Köszöntöm a Bebeház minden kedves nézőjét! Ma két olyan panasszal fogunk foglalkozni, amelyek igen gyakoriak gyermekkorban, és talán egyikkel minden szülő már találkozott. Köszöntöm a Bebeház jól ismert vendégét és tanácsadóját, dr. Gonda Máriát. Milyen gyakori probléma gyermekkorban a fejfájás? Nagyon gyakori probléma. 15 éves korig ezzel a visszatérő fejfájással kb. 50%-ban találkozunk, sőt, ennek a gyakorisága az életkor előre haladtával fokozódik. Hát ezt mindenki ismeri, nagyon sok fejfájós felnőtt is van. Kisgyermekkorban, tehát ez az óvodás, bölcsödéskorban inkább a szervi eredetű fejfájások a jellemzőek, iskolás serdülőkortól pedig inkább az úgynevezett működésbeli, funkcióbeli fejfájások. Kisgyermekkorban főleg milyen szervi betegségek idézhetik elő a fejfájást? Hát a leggyakrabban, amivel a szülő találkozik, ugye a megfázások, a náthák, a légúti fertőzések, amik mindig fejfájással járnak. Fejfájást okoz a láz, hát ezt mindenki tudja. Fejfájást okoz az, hogy nem kap a gyerek az órán levegőt, ez egy alap tompa fejfájást idéz elő. Fejfájást okoz a vírus egymagában, tehát egy vírusfertőzés is, és nagyobb gyerekeknél, 12-13 éves kor felett és felnőtteknél az arcüreg lerakódásnak is az az egyik tünete, hogy fejfájást jelez a beteg. Na most, hogy ennek eldöntése, hogy ez mitől van, ez minden esetben orvosra tartozik, tehát ha bármi eredetű fejfájás van, egyéb tünete, mindenképp orvost kell keresni, aki a kellő vizsgálat, kivizsgálás után megállapítja, hogy mi okozza a fejfájást, és hát annak megfelelően kezeli. De nagyon gyakran találkozunk szemészeti problémával is, ami szintén fejfájást okoz. Ezt a szülő úgy veszi észre, hogy a gyerek főleg délután, estére, mire már elfárad a szeme, addigra jelez tompa fejfájást, illetve fáradékony, aluszékony, úgy jön meg az iskolából, hogy mondja, hogy nekem nagyon fáj a fejem, is hadd feküdjek le. Ezeknek a gyerekeknek egy idő után romlik a tanulmányi eredménye, mert nem látja a táblát, nem látja az írásvetítőt, vagy nagyon közelről olvas, ráfekszik a könyvre, és mellette panaszkodik, hogy fáj a feje. Ha e kettő együtt jelentkezik, mindenképp orvost kell keresni, aki szintén megvizsgálja és megállapítja, hogy a több szemészeti problémából melyik. És szintén gyakori, amivel a mindennapi életben találkozunk, az a vérszegénység, a vashiány, ami tompa fejfájást csinálhat. A gyerekek fáradékonyak mellette étvágytalanabbak, azon kívül vérnyomás ingadozás, hát ez felnőtteknél is, úgy akár leesik a vérnyomás, tehát alacsony vérnyomás, de magas vérnyomásnál is előfordulhat fejfájás. Inkább gyerekeknél az alacsonyabb vérnyomás szoktuk észlelni. Tehát valakinek eleve alacsonyabb a vérnyomása, abból még egy 10-20 milliméter leesik álláskor, meleg frontkor, és ezek a gyerekek fáradékonyak, fejük fáj. Szerencsére nagyon ritka, de előfordul az agydaganat, aminek első jele lehet a fejfájás, ezek főleg éjszaka rohamokban jelentkező, reggel ébredéskor jelentkező fejfájások, hány inger nélküli hányásokkal, de ez tényleg nagyon ritka. Milyen gyakori és intenzitású fejfájás indokolja azt, hogy orvoshoz kell fordulni? Hát mi azt szoktuk mondani, hogy ha valakinek fél évben egyszer fáj a feje, és mellette náthás, az nem feltétlenül igényel orvoshoz fordulást. De ha valakinek visszatérő, tehát azt mondja, hogy nekem már hetente kétszer-háromszor is fájt a fejem, és olyan erős fejfájás, amire gyógyszert kell bevenni. Tehát nem elég az, hogy lefekszem, kipihenem magam, teszek borogatást a fejemre, arra megszűnik, ezek nem komoly fejfájások. A gyerekeknek van-e migrénes fejfájásuk? És ha igen, ez mit akar tulajdonképpen? Mi az a migrénes fejfájás? Igen, hát a migrénes fejfájás, ez az úgynevezett funkcionális működésbeli fejfájás, ez nagyobb, tehát serdülőkortól jelentkezik, ezt felnőttek is jól ismerik, ez a, ami az ember életét és a napi munkáját nagyon meg tudja keseríteni, ez a migrénes fejfájás, aminek több kitéte van, mire őt kimondjuk azt, hogy ez egy migrén, mindenképp rohamokba kell, hogy jelentkezzen, tehát hirtelen, visszatérő, gyakori, ez a visszatérő, ez lehet akár azt mondjuk, hogy hetente, de van, akinek havonta jelentkezik. A négy tünet kísérheti, amiből legalább kettőnek meg kell lenni, ahhoz, hogy rá kimondjuk valakire, hogy migrénes fejfájása van. Ez az egyik, hogy féloldali a fejfájás. A másik az, hogy hány inger hányás kíséri.
Ez a gyakori. Ritkábban, de észleljük az úgynevezett látás problémákat mellett, tehát ezt nagyon érzékeny mesélik el a gyerekek, hogy szikrákat láttak, karikákat láttak a görcsös roham alatt, vagy látás kiesésük volt, tehát elhomályosodott a látásuk, és mindenképp a családban kell hasonló problémának lenni. Tehát ezt úgy mondta, hogy öröklődik. Tehát akinek van a családjában, a hajlam öröklődik. Az, hogy a migrénes fejfájást mi váltotta ki, vagy egyáltalán, hogy ez tényleg migrén, ezt mindenképp egy kivizsgálás adja meg. Tehát minden esetben orvost kell keresni, aki csinál egy alapkivizsgálást, egy koponya ideggyógyászhoz küldjük ezeket az eseteket, aki egy részletes, akár CT, EEG, egyéb, tehát a szervi problémát kizárja, és hogyha a rosszul létek mögött nincsen szervi probléma, akkor kimondjuk, hogy ez egy migrénes fejfájás, ami élete végéig elkísérheti. Na most erre nagyon sok gyógyszer van, vannak megelőző gyógyszerek, amit folyamatosan kell szedni, van olyan, amit csak a roham alatt. Hát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy mikor mit kell bevenni, és mindenképp felhívjuk a gyerekek, illetve a szülő figyelmét, hogy amikor már kezdődik a rosszulét, vegye be a gyógyszerét, tehát ne várja meg, hogy annyira rosszul legyen, hogy már hányjon, mert akkor nem lehet gyógyszert bevenni. Tehát mindig időbe figyeljenek oda a gyerekre is, tehát kisebb gyereknél, illetve hát a gyerek saját magára legyen a táskájába például a gyógyszere. Azon kívül tudjuk, hogy ezeket a rohamokat bizonyos dolgok provokálják. Tehát felhívjuk a szülők, illetve a gyerek figyelmét, hogy amennyiben pszichés terhelése van, tehát dolgozatírásos nap van, vagy vizsgázik, vagy bármi egyéb, hogy akkor erre számítson. Szintén provokálhatja fizikai túlterhelést, tehát például versenyre megy valaki, sportversenyre, vagy túrázni, vagy olyan országjárásra, gyalogtúrára, amihez ő nem szokott, ez is provokálhatja, de iskolai túlterhelés is, tehát az iskolai stressz, illetve olyan napokon, amikor olyan órái vannak, ami az ő szervezetét nagyon megterheli, ez is provokálhatja a rosszulétet. Az utóbbi időben kiderült, hogy ételallergia is okozhat. Nagyon sokszor látjuk, hogy tartósítószer, illetve ételfesték allergia van a háttérben, és ezek a gyerekek nagyon jól elmondják, hogy bizonyos étel elfogyasztása után jött a rosszulét. Tehát el szoktuk mondani, hogy ezek a gyerekek lehetőleg ne fogyasszanak olyan ételt, amiben tartósítószer van, ételfestékkel színezett ételeket, mert ezek is provokálják. És hát a trauma, gyakorlatilag ez a pszichés trauma, vagy egy baleset például, eltörik keze, lába, és amit hát mindenki tud, hogy az időjárási frontok provokálják, akár hideg front, akár meleg front, sajnos erre az utóbbi időben egyre többet kell számítani, többször kell ilyenre számítani. Azoknak a gyerekeknek, akiket fejfájás gyötör kisgyerekkorukban, de nem találnak szervi betegséget a panaszok mögött, van-e esélyük arra, hogy kinövik úgymond ezt a panaszokat? Hát igen, ez az úgynevezett stressz fejfájás, amikor valami pszichés háttér van, tehát akár iskola probléma, tehát vagy az iskola közösség nem olyan, ahova, tehát nem szerető oda járni, vagy konfliktus van a pedagógus és a diák között, amit ő úgy él meg, hogy nem tudja feldolgozni ezt a konfliktusát, és ez őnek egy fejfájást okoz. Vagy sokszor látjuk, hogy olyan probléma van a háttérben, hogy a szülők többet várnak el a gyerektől, mint amire ő képes. Tehát a gyereknek az általános intelligenciája, az általános értelmi képessége olyan, hogy csak egy 3-as bizonyítványt tud produkálni, tehát ő ezért mindent megtesz, de a szülők mindenképp szeretnék, ha ő egy jeles tanuló, kitűnő tanuló lenne. És ezt állandóan hangoztatják, és egyfolytában aztra késztetik, hogy ő még jobb eredményeket érjen el, holott ő erre képtelen, és ez egy olyan belső konfliktust okoz, amit szintén nem tud feldolgozni, és ez is okozhat. A másik gyermekkori panasz, amit ígértünk a műsor elején, az a hasfájás. Ez mennyire jellemző gyermekkorban? Hát nagyon. Szinte minden második gyerek úgy jön be a rendelőbe, hogy fáj a hasa.
Tehát nem azt mondja először, hogy a torkon fáj, vagy náthás vagyok, hanem fáj a hasam, vagy a szülő úgy jön el, hogy fáj a gyerek hasa. Gyerekkorban, óvodás, bölcsödéskorban szinte minden légúti fertőzéshez hasfájás társul. Ez abból adódik, hogy a légúti fertőzéseknél akár torokgyulladás, akár mandulagyulladás, ehhez mindig társul egy úgynevezett enyhe fokú hasi nyirokcsomó gyulladás is. Tehát érzékenyek a hasban levő nyirokcsomók is. Amikor egy felső légúti fertőzés éri a gyereket, meg nagyobbodnak a mandulái, a nyaki nyirokcsomói, akkor szinte mindig a hasi nyirokcsomók is gyulladásba jönnek, és ezért társul mindig hasfájás. És mindig szinte, illetve hát legtöbbször hányás is kíséri ezt a hasfájást. Ezek a leggyakoribbak. Na most ritka, de előfordulnak azok a szervi bajok, amiről már az előzőekben beszéltünk, ugye, hogy a gyerekeknél létezik gyomorfekély, a gyerekeknél létezik gyomorhurut, bélhurut. Gyerekeknél már van úgynevezett epehólyag probléma, kövesség, vesekövesség is létezik, de a vese és a húgyrendszernek a gyulladása is hasi panaszok kísérik a maga fertőzést. Azon kívül vakbélgyulladásnál is, hát ezt mindenki tudja, hogy hasfájás jelentkezik. Tehát minden esetben, ha a gyerek úgy, vagy a szülő úgy jön, vagy fáj a gyerek hasad, egy teljes begyógyászati, tehát végig kell vizsgálni a gyereket, a feje bubjától a lábáig. Azért azt el kell mondani, hogy a kisgyerekek mennek a rendelőbe, ők akkor is azt mondják, hogy fáj a hasuk, hogyha bármi fáj, ott gyomruk, tehát nem tudják pontosan megmondani, hogy miük fáj. Azért ez megnehezíti a helyzetet, nem? Hát igen, most nagyobb, kicsit nagyobb gyereknél már azért el lehet érni azt, hogy megkérjük, hogy az ujjadat tedd rá, hogy mutasd meg, hogy hol fáj. Tehát nem azt kérdezem, hogy mutasd meg, hogy hol fáj a hasad, hanem az ujjadat tedd rá arra a pontra, ahol fáj, ahol érzed a fájdalmat. Tehát így. Na most, hát ha sikerül, ez az egyik. A másik, hogy rendkívül el kell terelni a gyerekek figyelmét vizsgálat alatt, és közben beszélgetni kell, vagy kisebb gyerekeknek játékot szoktunk mutogatni, hogy arra figyeljen, és eközben vizsgáljuk a hasát, tapogatjuk, és ahol ő fájdalmat érez, akármennyire elterelem a figyelmét, tehát beszélek hozzá, játékot mutatok neki, fütyülni szoktam néha, arra nagyon felfigyelnek, akkor ott összehúzódik, megrándul a szája. Tehát ha ő olyan pici, hogy nem tudja elmondani, akkor is az arc mimikájából, a viselkedéséből észleljük. Mit tehet a szülő, hogyha hasfájós a kicsi? Hát a hasfájóságnál gyakorlatilag mindenképp el szoktuk mondani a szülőnek, hogy figyelje, hogy mikor észleli a hasfájást. Tehát mindig nagyobb gyereket ki lehet kérdezni, de kisebb gyerek mindig a szülőnek szoktuk elmondani, hogy figyelje, hogy milyen gyakran észleli. Ne ő kérdezzen rá, hogy fáj-e a hasad, mert a gyerek hajlamos arra, hogy rábullint, hogy igen. Még ha nem is fáj neki. Tehát ilyen esetben mindig meg kell várni, hogy ő jelezze. Tehát, hogy ő mondja, hogy fáj a hasa. Amikor jelez, hogy fáj a hasa, akkor figyelni kell a gyereket, hogy mit csinál közben. Mert ha éppen el kellene pakolni a játékát, rászóltak, hogy pakoljon, és azt mondja, hogy fáj a hasam, és közben virul, és mosolyog, és egyéb, akkor csak arról van szó, hogy nem akar elpakolni például. Vagy nem akar ebédelni, például ilyet, hogy nem akar enni, és akkor kezdődik, hogy nekem fáj a hasam, mert tudja, hogy beteg gyereknek ugye nem feltétlenül muszáj enni. De ha közben mosolyog, és jó a színe, jó a kedélye, és közben rohangászik a lakásba leföl, az kizártólag, hogy ő neki hasfájása legyen. Tehát figyelni kell, hogy milyen szituációban jelentkezik a panasza, közben a gyerek hogy viselkedik, sápat, elfekszik, kiveri a víz, összegörnyed, lefekszik a heverőjére, nem játszik egy fél órát például. Azon kívül, hogy mikor jelentkezik ez, étkezés előtt, étkezés után, vagy étkezéstől függetlenül, vagy nappal jelentkezik, vagy este. Nagyon sok gyerek nem akar aludni például este, és akkor elkezd mondani, hogy nekem fáj a hasam, nekem most pisilni kell, és akkor elsorol mindent, csak hogy ne kelljen aludni, tehát hogy kijöhessen az ágyából. Azon kívül, tehát ezek a megfigyelés, amiről be kell számolni az orvosnak, mikor elviszi a gyereket. De a hasfájásoknak a nagy része az a mindennapi életmódból adódik, főleg kisgyerekeknél, de nagyobb gyerekeknél is. Ezen viszont a szülő tud segíteni.
Tehát mindig el szoktam mondani, hogy rendkívül fontos, hogy a gyerek hogy étkezik. Tehát, hogy napi egy főtételnek feltétlenül fontos, hogy benne legyen az étrendjében. Ez az egy főtételben lehetőleg legyen rostos étel. Tehát ez azt jelenti, hogy főzelék vagy párolzöldség, tehát valami rostos formában, tehát ne hús-hússal, krumplit-krumplival, rizs-rizssel legyünk. A másik dolog, hogy az étkezés az rendszeres legyen, tehát nem egész nap nassolunk száraz ételt, egy kis kifli, egy kis ropi, egy kis nápolyi, egy kis csokoládé, és mire jönne a főétkezés, addigra ő nem éhes, viszont telehette magát olyan ételekkel, amik a bélcsatornában úgymond bomlanak, gázt termelnek, és akkor jönnek az úgynevezett szélgörcsök. Erre rengeteg folyadékot iszik a száraz kosztra, tehát gyakor, és a másik probléma, hogy a folyadék az sajnos a mai gyerekeknél nem a víz, hanem a szénsavas üdítőket isszák, a kólát isszák, egész nap ezeket a rostos ivóleveket isszák. Ugye a szénsavas üdítő a szénsav, tehát az eleve egy gáz csinál, felpuffad a gyerek, és hát ugye amíg az a gáz el nem távozik, az viszont hascsikarást csinál. A rostos ivólevek, ha egész nap rostos ivólevet iszik, ott a rost maga megmozgatja a beleket, és ez persze, hogy fáj. Tehát nagyon forszírozzuk, hogy a gyerekeknek ne adjanak rostos üdítőt egész nap. Abszolút tiltjuk a szénsavas üdítőket, a kólát, ami tele van koffeinnel, és szintén fokozza a hascsikarást, a hasfájást. Azon kívül feltétlenül fontos, hogy gyümölcsöt tegyenek a gyerekek, tehát ne nassoljanak, ne csokoládét, ne édességet, hanem helyette gyümölcsöt fogyasszanak. Nagyon sok problémánk van a csokoládéval, a csokoládéban levő kakaóval. Tehát aki rendszeresen viszonylag nagy mennyiségű csokoládét és kakaót fogyaszt, annak szinte óhatatlan, hogy visszatérő hasfájása van. És akkor semmiféle kivizsgálás nem kell, csak egyszer el kell hagyni a napi 1-2 tábla csokoládét, a napi fél vagy 1 liter kakaót. A másik pedig, hogy rengeteg szorulással küzdő székrekedéses gyerekünk van, ami szintén hasfájást csinál. Tehát az a gyerek, aki 2-3 napig nem kakil, ugye a 3 napos székletmennyiség viszont igen furcsa érzéseket vált ki a gyerekbe, és hát persze, hogy fáj a hasa. Tehát itt egyszerű a dolog, rendezni kell a székletet, és mindjárt nem lesz a gyerek hasfájós. És ez összefügg a táplálással. A szorulást csinál a rengeteg édesség, a csokoládé, a kakaó, és az a rendszertelen étkezés, amikor nem esznek főtételt, hanem egész nap száraz kosztot. A ritkább dolog, de előfordul gyerekeknél, ami hasfájást csinál, az a bélférgesség. Hát itt ugye a gyerekek egyrészt rengeteg kisállattal találkoznak, kutyával, macskával, a homok révén fertőződnek, tehát ilyenkor erre is kell gondolni. És ami gyakori, ez a pszichés eredetű hasfájás, amiről az elején is beszéltem, hogy bizonyos szituációban, amikor a gyerek vagy valamit nem akar megcsinálni, vagy valamit nagyon el akar érni, akkor úgynevezett betegségbe menekül, és akkor mondja, hogy fáj a fejem, fáj a hasam, és akkor ugye hát a szülő megsajnálja, nem kell megcsinálni, nem kell elpakolni, nem kell megenni, nem ízlik a spenót a gyereknek, ő ezt nem szereti, hát nem eszem meg, mert fáj a hasam. Tehát egy úgynevezett betegségbe menekülés, és ezzel zsarolja a szülőt. És ilyenkor megijednek, és esetleg elviszik az orvoshoz? Igen, igen. Na most hát itt az orvosnak feladat ezeket kikérdezni, de ezeket a problémákat a szülő tudja megelőzni. És ilyenkor nem feltétlenül szükséges az orvoshoz fordulni. Dr. Gonda Mária, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba, és jó tanácsokkal látta el a szülőket. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!